a Következő gépösszeszerelő videónk egy e, rogos gép lesz. Egyelőre most csak a idéglenesen egy e, a régi gépemből a vagyis a másik projektemből a Mini-ITX-es tudom, hogy vicces, de azt az alaplapot fogom belerakni a Helios 100-ba. A Ryujin vízhűtőt és a TOR táppal fogom összeszerelni, meg hozzá egy GTX 970-et, Meglátjátok, látjátok ott van egy SSD Hát ebben nem akarok a nagy üzét csinálni videót, megpróbálom minél gyorsabban összerakni, mert most csak ideiglenesen lesz benne ez az alaplap, majd fizetéskor fog belevenni egyet, nem tudom még miért, egy Z vagy mi X570-est akarok, vagyis egy Z inteles között gondolkozok, hát majd még eldől, de nézzük a videót. Ugye két részből akarom majd ezt a videót megcsinálni, ez lenne az első része majd, és majd, ha meg lesz az alaplap, akkor fogom a másodikat is. Most nem is tudom, először az alaplapot szereljem, vagy a vízfűtés, de szerintem először a vészűtés fogom meg a tápot berakni, és akkor folytatjuk a, a gépépítős videót. Na, szóval kicsavartam a rockháznak az oldalát. Itt az egyik, ezt elég könnyű egyet -egy csavarral lehet le eltávolítani. Itt a másik. Ez egy ilyen kis védő, az egyik ablakos, nem ez. Hát a 6áz is bele vagy mi lapis belefér, ezt fogjuk belerakni. Itt meg ugye a táp van. Nem is tudom, hogy belerakjam a tápot, vagy az alaplapot kéne előbb, fogalmam nincs, de valamelyiket mindjárt beszerelem. És akkor jövök vissza. Na szóval rá mm, egy ilyen kis védő burkolat van, erre kellett négy csavart ráfogatnom, és akkor majd két csavarral kell a házba rögzítenem, itt az egyik, itt meg a másik. És ezt, ezt fogom megcsinálni, és akkor jövök vissza. Na szóval beleraktam, és akkor már csak ezt a két csavart kell itt belecsavarni. Na, kapjál már be. Nem látok semmit, az a baj, megállítom. Na, szóval sikerült becsavarni. Segítségemre van ez a CMI behajtó, csavarbehajtó. Azért nem tudtam becsavarni, nagyon picit meg kellett emelni, mert nem oda esik pontosan a lyukba, és lehet egy kicsit feljebb is rakni. Most szerintem belerakom az alaplapot, és akkor utána pedig a vízsütést. És akkor jövök vissza. Na, szóval nem egyszerű a történet, mivel belejtettem a csavart. Az alaplapból azt hittem, hogy a Reintech háznak az alaplapi csavarja ugyanaz, de nem az. Ezért mivel beesett a táp, azt hittem először, hogy a tápba, de szerencsére nem, csak mögé esett a csavar, ezért újból ki kellett szednem a tápot. Másik csavart keresnem, hogy egyezzen a menet emelkedése a házéval. Szóval újra ki kellett vennem és megint visszalakni, de most sikerült. Még azon gondolkozok, lehet hogy a pasztát le kéne szedni a procira, mert szerintem be van kembe a ryujin a ö, hűtője, de mindjárt meglátjuk. Most azt fogom beszerelni egyébként. Hát remélem az elsőre sikerülni fog még elég káosz van a kábeleknél is, mint látjátok. Közben belőszettem a lámpát is, ami nélkül egy szerelés, mert, rá... mert minden fekete, Hiába égnek a villanyok is, meg nagy fény van kintra, akkor is elég nehéz meglátni, hogyha beesik egy kis csavar, mert megtalálni amúgy is házba. Na, mindjárt jövök vissza, felszereljük a vízütést. Na, most csak az eredeti ventilátorokat fogom felrakni, de amúgy RGB-st fogok majd rá. Na most egyelőre ez is megteszi, egyébként Noctua hűtők vannak rájta, ezek elég jók, minőségi cucc fekete színű, ellentétben már barna fehér lenne lenni a noctua, de ez most fekete. Általában mindig elcsúszom a összeszerelést, mert fordítva szoktam a kábeleket úgy kell felrakni, hogy kívülre essenek, és akkor mindig felszem, és akkor rájövök, hogy nem is jól rakom fel. Tegy előre csak kifele fogja fújni a, a, ventilátor a levegőt a házból ki, mert lehet két oldalasan is szerelni. Hogy másik oldalt is tegyen, de szerintem úgy vagyok vele, hogy egyelőre egy is elég, szóval azt mondom, hogy így is lehet szerelni. De én most csak így fogom. Ö, utána felrakjuk a procira, még nem tudom, hogy hogy álljon, egyelőre az még kérdéses. Szóval, hogy, hogy jöjjön maga a vezeték. Én úgy gondoltam, hogy lehet innen kéne, hát előre biztos, hogy nem fogom beszerelni. Hát mindegy, majd mindjárt odaélesztem, és akkor megnézzük, hogy, hogy lenne a legjobb. Nos, a szóval gyerek, aki vesz egy ilyen Ryugin coolert, annak bemutatom, hogy hogy kell rászerelni. Legyen kis érdekesség is a videóba. Közben le, eh, takarítottam a processzort, mert nagyjából, mert eh, be van kemve pasztával, mint sejtettem. na ez volt rajta gyárilag, szóval ezt úgy kell leszedni, mint az ábla is mutatja, hogy befele kell nyomni, szóval erre, és akkor el kell tekerni, ilyen körmek vannak rajta, és azt kapaszkodik bele, a szintén ilyen kis kiálló kis rücskökbe. Ezt a hátlapot az amd fel kell lesz rakni, és akkor majd folytatjuk tovább. Most egyelőre még ezt raktam át, ezt az AMD-s háromféle ilyen, felfogató van hozzá. És ez az AMD, és ez a, az ilyen alakú. Na mindjárt jövök. fel e, helyeztem a ventilátorokat, elmondom a tapasztalatokat, elég jó ilyen kis gumipereme van ennek a e, rentinek. Szóval mindegyiket erre az irányba raktam, mert átfordítom, akkor kifele fog esni, és akkor el tudom vezetni a vezetéket még egy kis észrevétel, hogy nem tudom, hogy rengeteg csavart adnak, de egy plusz csavart nem adnának, szóval ha egy is eltűnik, akkor nagy bajba kerül az ember, nem tudom milyen összegeknél, mert ez ilyen százer körüli hűtő, miért nem adnak hozzá legalább egy szett csavart. A Raintek háznál is ugyanez volt a probléma, hogy nem adtak csavart, amit rendeltem külön bekapcsológomhoz is megérták, hogy ők az nem tudnak csavart adni, hát ez tiszta vicc az egész, na mindegy, folytassuk tovább. Na, gyerekek, nem volt egyszerű, de megszületett. Mindig is ettől félek a e, felszerelését. Ez szerintem az a leg idézőjelben nehezebb. Nem is azt hiszem nehezebb, hanem ilyen munka. Olyan. Ilyen ide rak, rak de ízét a a fe, felfogatókat. Ezeket is egy kézzel tartsam, mert én állítva szereltem a házat. Nem fektetve, ugyanúgy egyszerűbb fektette fektetve szerelni, de itt sokkal nehezebb. Na mindegy, összejött. jött. Szóval így néz ki. Még nem muztam a teljesen a csavarokat, mert kicsit ilyen furán feszül ez a vízszűtésnek a vezetéke. Nem tudom, hogy tudnám még előrébb is csúsztatni. Fogalmam nincs, mit csinálják. De amúgy ez az alaplap van, lesz benne, úgyhogy annyira nem is erőltetem. Csak működjön egyelőre. Szerintem jövő héten vagy két hét múlva szerelemből a másikat, és akkor két részre lesz a videó. De még azért ezt is összerakom. Ha van egy ilyen riser, kábelem, riser kábel, vagy hogy mondják, és nem tudom, hogy állítva rakjam be a végét, vagy, vagy most csak így e, vertikálisan, vagyis így, ahogy eredetileg van, vagy hogy mondják. Nem tudom, azt még eldöntem. Na, egyelőre most ennyi. És akkor szerelem tovább még, most bekötöm a kábeleket. A tápot. És akkor videókártyát belerakjuk, és akkor megpróbáljuk beindítani, és akkor megnézzük, hogy Ja, meg az SSD-t is még be kell, hogy működik-e, meg hogy mi hogy van. Na, a gyors gyors helyzetjelentés. Megtörtént a gigaszapás. <kül> Ugye ezeken az új alaplapokon már van egy ilyen kis CPU 4 pines, vagyis 8 pines, 2x4 pin-es csatlakozó. Megpróbálom megmutatni ott. Hát természetesen mennyi pénzer veszel Tápot nem ér el, hogyha hátul vezeted el, olyan nagy a ház, de nekem volt eh, tódom, látszik is más színe, sárga, viszont nem férte át ezen a lyukon, akkora bumszli a csatlakozója, ki kellett szednem az egész keretet, van egy ilyen, a hűtőnek a keretét is ki lehet szedni, ezt ki kellett támasztanom, ugye beesett a csavar szokás szerint, megint szedtettem ki a tápot. Hát gyerekek, komolyan mondom, több idő elment ezzel az egész vacakolással, mint, az, mint eddig majdnem, amit csináltam. Na jó, de nem adom fel, folytatom. Már nem olyan sok mindent kell bekötni. Még belerakom a végiát, bekötöm a kábeleket, és akkor beröffentjük, és akkor jövök vissza. Na úgy néz ki, hogy összeraktam, beleraktam a végiát, bekötöttem mindent a tápon is. Nem volt egyszerű a történet, többször kibe kellett csavarozni, egy ilyen nagyobb házat sokkal nehezebb szerelni. De úgy látszik most már kész, bekötöttem a power, USB kábeleket, bekapcsoló gombot, speakert, minden. Nézzük az első indítást, remélem sikerült elsőre összerakni, ez a cooler elég bonyolult volt, nagyon sok vagy egy két, négy kábel volt, ami Két belőle, van egy USB, nem is értem, hogy az minek, de majd most kiderül, beindítjuk, és akkor megnézzük, hogy működik-e. Na, gyerekek, összeraktam mindent, összecsavaroztam mindent, egyedül a, ö, a kis ablakos oldalon, ezt nem raktam még rá. Kipróbáltam, elsőre működött, annyi, hogy nem mentek az első ventik, mert nem volt bekötve, meg ez a hátsó, de már azt is bekötöttem, de most újból beindítom. Most már mennek a ventik is. Enten, aha, világít az eleje, és jó. Van kép is. Nézzük a fogyasztást. Felúlik 170-re. Megy minden ventilátor, a hátsó is annyi, hogy nem világított fent is, megy a nagyon brutális ez a ventilátor, ez a noctua. Nem is hittem volna, hogy ez ennyire erős. Lehet szabályozni minden ventilátort. Hát én most nem tesztelem le így játéknál, csak egy GTX 970 van benne. maga a múlcs ezzel a lappal lesz, meg semmi nem így lesz, csak írtam, így véglenesen Itt van az a kis gomba, ami a, a tor tápon van. Most kikapcsolom. Hát most erre ki kéne kapcsolnia a ventinek. Aha, meg is állt. Szóval ez egy csendes üzemmód. Ha visszakapcsolom, akkor meg állandóan megy. Még rárakom itt ezt az két, ezt az ablakosat, meg a hátulját is, meg az üvegoldalapokat is, akkor kész is van. Majd folytatjuk ezt a videót, ha lesz normális alapapom. Ha tetszenek a videók akkor iratkozz fel a csatornámon és nem egy lájkot. Sziasztok!